Ma Magyarországon a fiataloknak kb. 40%-a lép kapcsolatba, illetve kerül kapcsolatba valamiféle droggal. Ez Zaher Gábor neves toxikológus mondta a múlt héten Győrben. Mi azonban a győri droghelyzetre jobban kíváncsiak vagyunk, erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét benne pedig. Arról beszélünk, hogy ha drogról beszélünk, akkor miről is beszélünk egészen pontosan, és mi a helyzet itt Győrben, hogy működik a drogstratégia, mi ennek a célja, mire jutottak eddig a szakemberek. Vendégünk a stúdióban dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, aki egyben ugye a győri KEF-nek az elnöke is. Jó estét kívánok! Hát először is én azt szeretném tisztázni, hogy ugye itt szenvedélybetegségekről beszélünk, és amikor azt mondjuk, hogy droghelyzet, akkor valahogy elterjedt a társadalomban, hogy csak a kábítószerekről, az illegálisan használandó kábítószerekről beszélünk, holott a szenvedélybetegségek hozzátartozik a dohányzás, hozzátartozik az alkohol, és hát hozzátartozik újabban ezek az online szerencsejátékok, illetve hozzátartozik a függőség az internettől. Tehát amikor ez a 40% elhangzik, akkor még egyszer mondom, nem az illegális drogokról beszélünk csak, hiszen akkor lehetetlen lenne, illetve hát el se lehetne szinte fogadni, hanem avval, hogy mit próbálnak ki a fiatalok. Na most mi csináltunk 2014-ben egy nagy felmérést, amit aztán összetudtunk hasonlítani, egy szintén 2014-ben készült európai felméréssel. A mi felmérésünk azt mutatja, és van egy utánkövetésünk 2015-16-ban, hogy a használóknak a csoportja nem növekedett. Tehát megállt a kipróbálóknak a emelkedő száma nem növekedett. Ugyanakkor van bizonyos fokú eltolás, ennek az eltolódás, ennek ugye a legklasszikusabb példája például az alkohol, tehát nem az, hogy krónikusan isznak, hanem ugye most az a divat fiataloknál, és sajnos és itt azért ez nagy baj, mert ez megy lefelé, és akár 14 év alá is. Itt az a legnagyobb baj, hogy ahogy 20 perc alatt, vagy egy óra alatt, ahogy szokták mondani, kiütik magukat. De ugyanakkor azt azért el tudjuk mondani, hogy lassult, illetve egy kicsikét csökkent. A dohányozásnál egyértelműen csökkent. Tehát azért van valami biztató jel. Ön szerint, hogyha már a drogokat így tényleg szétbontjuk és külön-külön tárgyaljuk meg, melyik a legveszélyesebb terület? Ugye például egy szerencsejáték függőség egy teljesen új dolog, de hogyha droghasználatról beszélünk, a designer drogok folyamatosan megújuló piacot jelentenek sajnos. Melyik lehet a legveszélyesebb, ami leginkább támadja, persze idézőjelben támadja a mai fiatalokat? Tehát ugye onnan induljunk, én ezt mindig úgy szoktam mondani, plasztikusan, egy kicsikét egyszerű hasonlattal, hogy a dohányzásba körülbelül meg lehet halni 50-60 éves korban, általában tüdőrák, most ez nagyon sarkítva van, de az a társadalmat, illetve a szűk környezetet nem érinti. Az alkoholba akár előbb is meg lehet halni, elsősorban a májbetegségek, illetve a májciózis miatt, de az alkoholnak már van egy szociális vonzata, tehát elsősorban a családot, a gyerekeket érinti. A klasszikus értelembe vett kábítószerek, tehát az illegálisan használt kábítószerek, ott pedig 10-15 éven belül meg lehet halni. Tehát ha így veszik most orvosi szempontból, hogy melyik veszélyes a társadalomra, mindegyik veszélyes a társadalomra, a legveszélyesebb, én ma is azt mondom, hogy az alkohol, hiszen 800 ezer alkoholfüggő ember van Magyarországon, ugyanakkor a leghamarabb a halált okozó és a leghamarabb munkaképtelenné váló és a társadalomból kirekesztődő, pedig ezek a illegális drogoknak a használata, ezt nem akarom fősorolni, heroin, stb. Minden. Akkor még egyet mondok, amiről még sok adatunk nincs, előbb beszélgettük a online játék. Mert na most ott is az a baj, hogy jó van, függ tőle, másra nem törődik, de ott is kell neki pénzt szerezni, ahhoz, hogy valamiképpen tudjon játszani, tehát annak is már van a családra nézve negatív hatása. Ha már a családot említettük, kinek van ebben a történetben a legnagyobb felelőssége? Magának a gyereknek, a diáktársaknak, a tanárnak, esetleg a szülőknek? Visszautalok megint Zaher Gáborra, mert a múlt héten beszélgettünk vele. Ő azt mondja, hogy az a nem mindegy, hogy ki honnan jön. Mert hogy a géneket a szüleinktől hozzuk, a családi közösségben nőttünk fel, ha valaki alkoholista, az sajnos vélhetően, illetve nagy százalékban a gyermeke is szenved ebben a fajta betegségben. Szóval kinek van a legnagyobb felelősség? Tehát nekem meggyőződésem, hogy a családnak és a szülőnek, aztán majd még beszélhetünk a többiről is. Tehát nagyon nehéz egy alkoholista szülő mellett, vagy nagyon nehéz egy rossz szociális körülmények között
és alkoholfüggő szülő mellett egy normális ifjúságot élni, hiszen a példa az nagyon-nagyon negatív. És nem véletlen, hogy a mi drogstratégiánkban is a megelőzés, illetve a felvilágosítás elsődleges célcsoportja azok a szülők. Mi azt hiszem egy évvel ezelőtt egy 15 000 példányban adtunk ki egy ilyen kis füzetet a WHO egészséges városok és a KEF-nek a segítségével, és ott elmagyaráztuk azt, hogy egyáltalán mi az, amire figyeljen egy szülő, tehát hogy időbe vegye észre. Tehát ez az egyik a legfontosabb. A másik, ami szintén fontos a pedagógusoknak a szerepe, hiszen a pedagógusok a nap 8 órájában vagy 6-8 órájában kapcsolatban vannak a gyerekekkel, a harmadik a kortársak, és nem véletlen, amikor mi azt mondjuk, hogy a megelőzésnél milyen szerep van, akkor nem véletlen, mi a kortárs segítőket is előtérbe helyezzük, és hát az a gyerek pedig saját maga nem tehet igaziból róla, hiszen egy 12, 14, 16 éves gyerek mit csinál? Lehetőség szerint mindent kipróbál, különösen azt próbálja ki, ami tilos. Tehát ott inkább nekünk az a felelősségünk, és itt most már akkor a környezetről beszéljük, hogy adjunk a gyereknek más programot, adjunk a gyereknek más lehetőséget, és hogyha el is ment kipróbálni, ami persze nem jó, el is ment kipróbálni, akkor is tudjon választani a szer között, és tudjon választani az élet egyéb pozitív dolgai között, itt akár kultúráról vagy sportról is beszélhetünk. Részben említettük már, Győrben létezik egy hosszú távú drogstratégia 2014-2020 között. Ennek melyek a legfontosabb alapvetései, céljai, és mondjuk a megvalósításban hol tartunk most nagyjából, ott, ahol 2017-ben tartani? Igen, ott tartunk, tehát ugye mondtam, hogy a megelőzés, a felvilágosítás, és akkor majd bejön egy új, az úgynevezett parti segélyszolgálat, tehát én egyet szeretnék mondani az egész droggal kapcsolatban, és a kábítószer egyeztető fórumon is mindig ki szoktam hangsúlyozni. Ez a munka rendkívüli sziszifuszi munka. Nem hozza látványos eredményeket, de az elején azt kezdtük a beszélgetésnél, hogy a kipróbálók számának az emelkedése már megállt, sőt most már úgy néz ki, hogy például a dohányzásnál jó eredményeket is tudunk elérni, tehát igenis elhivatottsággal, lelkesedéssel kell csinálni, és ebben van amit beszéltünk, a megelőzés, a felvilágosítás, és ha olyan van, akkor a gyógyítás. Akkor 2020-ra esetleg elérhetünk így Győrben is oda, hogy nem az, hogy ne nőjön a kipróbálók száma, hanem esetleg csökkenjen, ez lenne a cél? Ez megvalósítható? Igen, ez lenne a cél, tehát az egy irreális dolog, hogy azt tűzzük ki, hogy nem lesz kipróbáló, vagy nem lesz használó. Az nem fog működni, mert a társadalom szociális helyzete olyan, amilyen, és mindig vannak olyan szociális helyzetben lévő gyerekek, vagy fiatalok, akik hát sajnos belesodródnak. Ugye Zahár Gábor is említette, és most egyre inkább ez is előjön. Tehát genetikailag is kódolva van valaki, azt nem fogjuk elérni a nullát. De hogyha amit előbb beszélgettünk, az emelkedés meg fog szűnni, illetve csökkenni fog, akkor már sokat értünk el, és talán a harmadik vagy negyedik, ami legfontosabb, hogy időbe tudjunk belépni, hogyha észreveszünk valamit, időbe tudjon belépni a család, időbe tudjon belépni a pedagógus, időbe tudjon belépni a kortársegítő vagy a szakember. Ebben a témában rengeteg kérdésem lenne még, de egy témáról mindenképpen beszéljünk, még említettem a polgármester úr vagy elnök úr azt is, hogy parti segélyszolgálat működik Győrben, mégpedig nagyon jól működik. Ugye ez arról szól, hogy fiatalok, kortárs, képzett kortárs segítők ott a helyszínen, a szórakozó helyeken, a bulikban segítenek, ennek is vannak már nagyon jó eredményei. Igen, ugye ez 2015-ben vezettük be, és itt egyértelmű a Mátai Szeretetszolgálatnak a segítségét szeretném megköszönni. Ez azt jelenti, hogy ki megyünk a szórakozó helyekre, egyeztetve természetesen a szórakozó helynek a tulajdonosával, és akkor ennek egy ilyen kis, nem is padra, egy ilyen kis asztalra, vagy valamire, bultra kitelepsünk, és akkor ennek az a lényege, hogy tehát van egyszer egy aktív beavatkozás, amikor látják, hogy mondjuk ez a fiatal, mely kicsikét alkohollal bajban van, akkor ugye különböző szőlőcsukrot, ilyesmit, tehát az alkohol lebontását elősegítő gyógyszereket adunk. Van egy olyan, hogy oda jöhetnek és megkérdezhetik, hogy juthatnak el oda, ahol segítséget tudnak nyújtani. És a harmadik az pedig egy nagyon nehéz, amikor rögtön azt mondjuk, hogy ne csináld ezt, mert azért a fiatalban van egy dac, a fiatalban van egy ellenállás, és ezért nagyon fontos dolog, hogy ezt fiatalok csinálják. Most az eredményeink úgy néz ki, hogy nagyon jók,
és egyre többen fordulnak hozzá. Most a 6 kiképzett fiatalnak, így van, 6 kiképzett fiatal mellé most már vannak önkénteseink, természetesen az önkéntesek is képezve vannak, illetve szeretnénk ezt még a számokat növelni. Most ehhez egyértelmű, hogy a győri önkormányzatnak a támogatása kell, és azt itt is meg tudom ígérni, meg csináljuk is, hogy ebbe az esetben nem fogjuk azt mondani, hogy nincs elég pénz, mert az ifjúságnak a kérdés az mindenkinek számára fontos. És most hadd, ez nem a reklám helye lesz, de itt most hadd mondjam el azokat, azt az 5 szórakozó helyet, ahol működik ilyen, hiszen ahhoz, hogy mi oda tudjunk menni, ahogy említettem először a tulajdonosnak a hozzásegítése kell. Ugye a Klub Vertigo, a Klub Mondo, a Rómerház, a Klub Mamma Mia, a Klub Neo, a Klub Neogarden és a Bridge Oktatói Hallgatói Klub. Úgy gondolom, hogy azért kellett ezt megemlítenem, mert hiszen számtalan ilyen hely van még, és nagyon örülnénk, hogyha ők is bekapcsolódnának ebbe a parti segélyszolgálatba. És akkor legközelebb az ő nevüket is el tudjuk mondani itt a műsorban, reméljük, hogy lesznek még kapcsolódók, bekapcsolódók ebbe a programba. A polgármesterünk, köszönöm szépen, legközelebb folytatjuk ezt a nem túl könnyű témát. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét, legközelebb már Kárpát Zsolt számít majd a figyelmükre. Tartsanak velünk legközelebb is, akkor is érdekes témát, érdekes vendéget tartogatunk az önök számára. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.